Hello. Szeretettel köszöntelek a csatornámon ismét, örülök, hogy itt vagy. Ebben a videóban egy vajon párolt, vagy grillezett kelbimbót fogok bemutatni. Ez még mindig a lájtosabb étkezésnek a jegyében készül, úgyhogy most már el is kezdem akkor a brokkoli, a kelbimbókat picit felébe elvágom. Fokhagymát fogok használni hozzá, olívaolajat, egy pici vajat, sót, kevés borsot, és más nem is. És a végén pedig majd sajtot fogok ráreszelni. Ez tulajdonképpen lehet akár egy főétkezés is, hogyha valaki az alakjára szeretne vigyázni, vagy diétán van, a magas vérnyomása, vagy egyébként cukorbetegsége, stb. Miatt. Jó, tehát akkor azt mondja, hogy öntöm az olajat, illetve előbb a vajat. Pici vajat teszek, de már is öntöm hozzá az olajat, mert a vajat nem lehet csak úgy. És akkor így ráhelyezgetem a kelbimbókat. Kicsit lejjebb veszem a hőmérsékletet. Most már. Veszelek fel fokhagymát. Nagyon jó az illata. Megsózom himalája sóval. Akkor egy pici borsot. Megfordítom. Thank you.
akkor elkészült a brokkoli, kelbimbó. Egy nagyon jó kis köret, vagy önálló étel is lehet. Ki hogy gondolja, vagy ki hogy szereti. És akkor rájön a sajt. Jó étvágyat kívánok hozzá! Köszönöm, hogy megnézted a videót. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra, vagy küldj egy lájkot. Minden jót! Szervusz!